Él az újítás, a haladás, ami nincs az utcán, kérlek. Jól van, az, már de... elég, halljuk. Barátom, ki akarok tűnni a világból, akármibe kerüljön is. Mint egyszerű ügyvédnek, ez ugye lehetetlen. Pörök, poros akták közt eltespedni, nem nekem való. Két út van előttem, melyiken induljak? A sajtó, vagy a képviselőség? A sajtóhoz nem folyamodhattam, de kérlek, ez a Kossuth? Hát, ez jó bén nálam. Maradt tehát a politika, mert nem ült utika, jogászt vagyok, sárga rigó, rossz marigó, galamba. Minden pártban otthon vagyok, sárga rigó, rossz marigó, galamba. Olyan magyar ősi típusokat rajzol föl, akik hát évszázadokon át itt vannak. Az emberi magatartások azok, amik ebben a stilizált környezetben, mert ez egy stilizált környezet, hát ezek napjainkig is érvényesek. Bizonyos értelemben egy becsapós darab, mert az első felvonás az eleinte olyan, mint hát egy ilyen helyzetvígjáték, egy kis politikummal, meg egy kis társadalomrajza. Hát azután, ahogy a dolog halad előre, ennek a társadalomnak minden fekéje, valódi drámája kibomlik úgy, hogy megőrzi ezt a teljesen vígjátéki, naív és bugyuta keretet. Ebbe az országba 1845-ben, meg ma is, meg még sokáig lesznek emberek, akik hisztérikusan mindenképpen csak újítást, reformot, mást, különlegeset akarnak. Lesznek emberek, akik odaragadnak a hatalomhoz, és bebetonozzák magukat, és semmit nem változtatnának. Lesznek múják, akik tulajdonképpen egy kicsit mindenben csak statisztálnak, aztán fura törvényszerűség módján ők maradnak fent. Mert ők azok, akik talán a legkevésbé veszélyesek a társadalom számára. És lesznek, akik kívül akarnak maradni a politikán, de ez nem megy. Ugye abból indulok ki, hogy ezek a dalok műdalok, magyar nóták, népdalok, ennek a vidékies közegnek ez az anyanyelve. Ez a reformkori hangvétel, ez nagyon affektált, nagyon veretes, nagyon finomkodó. Magyarországon mindig úgy történik, hogy a különböző politikai és anyagi disznóságok azok valami rendkívül veretes csomagolásba adják őket elő. Minél nagyobb a disznóság, annál finomabb a kifogalmazás. Akarják emelni? Adót kéne még csak. Pedig akkor a nemeseknek is adót kellene fizetni. Márpedig én nem fizetek. Ha úgy segélni, fillétség. Mert ugye egy társadalom rákfenéről van szó, vesztegetésről, korrupcióról, alantas küzdelmekről, akkor az nagyon jó, hogyha ez minél elegánsabb és minél veretesebb szövegben van csomagolva. Hogy ki? Na. No. Na ki? Na. No. Szócséplésre mi nekünk nincs no. Időnk, vidékünk? Hajnali 5 órakor el kell a vármegye házát foglalni. Így van? Az emberek már ott sorakoznak. Ezek szerint akkor nemes uraim még farkashalvi úr emberei. Ugyan? Ugyan? Megyéletünk egy halvány. De farkashalvi számra az a színház, amelynek ott és akkor, amikor eljátsszák, a mondandója eljut a nézőhöz. Úgyhogy én erre egy ilyen speciális formát választottam, megspékeltem a darabot ezekkel a balokkal. És jött rogyási. Vállaltam azt,
hogy ez egy olyan típusú színház, ahol a szereplők állandóan kibeszélnek a nézőtérre, meglepetésszerűen bátogatják egymást az elemek, és az egész egy ilyen nagy kavalkád, amiből kijön ennek az egésznek a társadalmi mondani valója. Most kezdődik